Kedves nézőink, hadd üdvözöljem Önöket egy újabb izgalmas mérkőzés alkalmából. Itt Hajdúbé István, mellettem Faragó Richárd. A szakértők, mint például te és a közönség, fölényes győzelmet vár tőlük. Ami nem válik előnyükre, a fele is elég ahhoz, hogy végzetesen elbízzák magukat. És már megy is a játék. Pirlo szerel nagyszerűen. A bíró valamelyik Juventus játékosnál látott szabálytalanságot. De veszélyes átadás lett volna, de jogos a feltételes mód használata, mert szépen lépett közbe. Társra lel. Azt nézi, hogy onnan el tudja majd lőni. Gólhelyzet. Na nézzük! Zsolva háló! Ez volt a mérkőzés legszebb pillanata. Páratlanul szép kapáslövés. Hát akkor most itt együtt gratuláljunk ehhez a gyönyörű megmozduláshoz, mert ilyet ritkán látni. Nézzék csak, a portás képtelen megfogni a lövést, a labda az ellenfél játékosa elé pattan, ő pedig kihasználja a hálóörgoplását. A Juventus vezet tehát. Nála a labda. A labda Pirlónál. És nem állnak le. És aztán pompás védés, nagyszerű teljesítmény. Igen, de azért egy gól látványosabb lett volna. Lekapcsolta, és ezzel megállította a támadást. No, mi lesz ebből? Ott zizzen! Próbálják elvenni a labdát, még lögdösődés is támadhat. Lichtsteiner. A szerelés dicséretes, az nem, hogy nem tudta megtartani a labdát. Gyönyörű átadás. Lehet, hogy meg is fogja játszani? No, mihez kezd a Juventus ezzel a bedobási lehetőséggel? Krasics? Beadható? De jól jön befelé! Nem volt jó átadás, a védő lekapcsolta. És bent van! Egyre nagyobb a differencia Juventus és soros ellenfele között. Hát gyakorlatilag ez az, amikor a zebrák átgázolnak valakin. Nem nagyon sűrűn látjuk ezt a képet, de most azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, a torinóiak nyerni fognak. Gyönyörű volt, ahogy kibújt a védők között, mint egy kígyó, és utána bevágta a kapuba. Sajnálatos, de jól látszik, hogy nem tud tovább játszani ezzel a sérüléssel. Az edzőnek nincs más választása, cserélnie kell. Folyik a harc tovább a labdáért. Krasics. Jó szerelés volt, valljuk be.
Már nem az övé a szélen, leszerelték. Lichtsteiner. Helyzet! Ó, még ilyet mellé lőtt. No, ez bizony meglepetés egy ilyen biztos lábú támadótól. De Cserie. Jól csinálják, szent igaz. De jól védekeznek. Az első fél időt a játékvezető hármas csípszava zárta le. Akik valamilyen oknál fogva nem tudták az első félidőt velünk követni, azok kedvéért elárulom, hogy vezet a Juventus most a második félidő kezdetekor. És lesz-e jó beadás? Beadás pont a jó helyre. Mit mondanak a védők? Ez jó mulatság, férfi munka volt. Passz, 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 mennek tovább. Micsoda lehetőség! És bent van az újabb gól, ez már valójában a kegyelem döntés. Evált az edző elképzelése, nincs is nagyobb öröm egy cserejátékos számára, mintha beküldése után gól tud szerezni, és bizonyítja, hogy megérte őt a pályára küldeni. Ó, micsoda parádés labdakezelés volt, utána tulajdonképpen már gyerekjáték volt az alsó sarokba helyezni a labdát. Gyönyörűen folyik lábról lábra a labda. Megakadt a támadás. Gyenge emberfogás. Eddig nincs panasz az akcióra. Ez a passz már a védőjé. Most. Alessandro. Vecchio Cina. Látott valamit, ami megfeküdte a gyomrát. Lerázta a védőjét. A birodalom visszavág, a védelem közbelép. Vajarella. Ebből. Gól, és ezzel tovább nő a különbség a két csapat között. A Juventus olyan mérkőzéseket is meg szokott nyerni, amikor rosszabbul játszik, mint ellenfele, de most meg még jobban is játszik, ezért megérdemeltem ez a ilyen különbséggel is. Így van, és egyre nő a különbség, most már nagyon-nagyon kellemetlenül érezheti magát az ellenfél játékosainak serege, hiszen ezzel a Juve ellen nem lehet mit tenni. Szép passz. Sikerült megfékezni az akciót. Ez bizony gólhelyzet. Kié lesz a labda? Közbelépett épp idejében. És gólt szerzett a Juventus. Ez már a második gólja volt, nem bírnak vele a védők. Csak rugdossák a gólokat folyamatosan az ellenfél nagy bánatára. Szép és pontos megmozdulás.
Sikeres passz. Lassan helyzetben. Ráteszi. Ott van. Kérem szépen, ez benn van. A bekapott gól után is hittek a saját tudásukban. És meg is lett az eredménye. Valóban nagyon hamar összeszedték magukat. Ez sokat elmond egy csapatról. Vajarella. Megszabadult az őrzőjétől. És rálövi. Az utolsó pillanatban remek védekezés. Tildás szerelés. Kétségtelenül Les. Két friss játékost hoz be az edző. Tartja a labdát és tartja a megnyugtató különbséget is a Juventus. Ne felejtsük el, hogy a Zebrák több góllal vezetnek. Micsoda zicser! Még most is dörzsölöm a szemem, alig hiszem el, hogy mellé ment. Nem volt rossz, ahogy csinálta, más kérdés, hogy nem született belőle gól. Ez persze azért csökkenti az érdemeit. Jó passz. A védőhöz került a labda. Azt a mindenit! Ez zicser! Sikeres védés! A védők magyarázzák a többieknek, mit kell csinálni a szögletnél. Jó átadás. Eddig reménytelen a támadók helyzete. Felharsant a hármas sípszó, a végeredmény tehát 6-1. Ez nem is egy egyszerű futballmeccs.